Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt a Zene Show TV-t. Csíkszeredai központtal 5 székelyföldi városban nyitja meg kapuit a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia, a Magyarországi Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai felügyelete alatt. A szakmai partnerünk egyelőre nem hivatalosan, de a pályaavatóval egy időben kerül sor hivatalosan is a szakmai együttműködésről szóló szerződésünk aláírására. Tehát nagyon büszkék vagyunk különben, hogy ők a szakmai partnereink, és mi teljesen át is vettük a munkamódszereiket. Csíkszereda önkormányzata minden meglévő infrastruktúráját átadja az akadémiának, amelyet díjmentesen használhatnak, a magyarországi partner pedig a költségek mindegy kétharmadát fedezi. Mi minden pályánkat odaadtuk, műfüves pályát, nagy pályát, az akadémia kapott egy sporternet, de használhatjuk a sportcsarnokot is, az uszodát is. Tehát ami focihoz, és nem csak focihoz kapcsolódik, azt az önkormányzat ennek az egyesületnek a rendelkezésére bocsátott, az FK Csíkszeredának, amelyik magán egyesületként az akadémiát működteti, és a magyarországi forrásokból egy műfüves nagypálya épül. Jövőre pedig megint leülünk tárgyalni, mert egy kollégiumot is szintén így közös erőből fel kéne építsünk, hogy a gyermekek ne albérletbe rakjanak. Az akadémiáról kikerülő tehetségesebb játékosoknak lehetőségük lesz folyamatosan megméretetni magukat a Puskás Akadémia korosztályos csapataiban, illetve a Videóton vagy a Puskás Akadémia első osztályú csapataiban. Székelyföld Akadémia gyakorlatilag most indult el, tehát a két részből áll. A felső, a 14 és 18 év közötti gyerekek, akikből 40 gyermek van már itt. Ebből egy része csíki, más részét máshonnan iskoláztuk be, tehát máshonnan jöttek, már bent lakásban elfoglalták a helyeiket. Tehát ez egy ilyen székely mini válogatott, hogy mondjam azt, mert Vásárhelyről, Udvarhelyről, Gyergyószentmiklósra, hát szinte mindenhonnan vannak gyermekeink. Tehát ez az akadémiának a két kiemelt csapata, egyik mind a kettő a román első osztály utánpótlás bajnokságban játszik, az U16 és U18. Romániában ennek a két korcsoportnak van országos bajnoksága. Az akadémiának pedig a nagyobb, tehát a piramisnak az alját, az pedig több száz gyermek képezi, akik, tehát a 14 éven alattiak, akik 6 évtől kezdődően az alközpontokba járnak, Csíkszeredába, Székelyudvarhelyre, Gyergyószentmiklósra, Sepsiszentgyörgyre és Baródba. De most már tárgyalások vannak, hogy egy-egy alközpontot indítsunk el Kézdivásárhelyen és Marosvásárhelyen is. Azon gyerekek, akik az akadémia elvégzése után nem jutnak ki Magyarországra, visszatérhetnek nevelőegyesületeikbe, és az ott működő klubokat erősítetik, ezzel növelve a helyi labdarúgás értékét.